Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. Az előző fordulóban vasárnap botlott, éppen egyik legfőbb riválisával, a Starszal szemben 4-3-as vereség hosszabbítás után. A csapat mindössze 6. a tabellán, 20 mérkőzés, 35 megszerzett ponttal. A Csíkszereda, mármint a Sportklub Csíkszereda, hisz ezúttal erről az együttesről van szó, mérkőzés végeredménye. És ha már az előbb a hazai jég, a hazai csapat mellett szóló bírói sípról esett szó, háromszor találkozott eddig a két együttes a MOL Liga keretein belül, és minden alkalommal a hazai csapat győzött. Bal szerencséje a Dunaújvárosnak, hogy kétszer eddig Csíkszeredában volt a mérkőzés. Tőkési. Azari veszi át egy kicsit hézagosan. Utána viszont jól tartja meg. Kisákos. Gyakorlatilag leszerelte Azarit. Erdélyi érkezik. Gól! 1-0 a Dunaújváros javára a 16. percben. Itt az volt a bravúr, hogy eltalálni azt, hogy ott lyuk van. Mert a kapus előtt ketten is álltak, és annyira kínálta magát, hogy takarásból lője el. Erdélyi Péter szenzációsan leszette ott a felső sarkot a takarásból. Erdélyi párja. A kapus semmit nem lát, ketten ott tornyosulnak, és kibújik, és utána a rövid fölsőt, a kapus letérdel féltérre, hogy laposan azért ne jöjjön. Keresi a kilátást, aztán amikor észreveszi, akkor már jön a lövés. Bravúros gól volt. Nem látott semmit, ebből a szögből teljesen jól lehetett látni azt, hogy a kapus nem lát semmit. Írik a vendég gól. Ilyen konyul mellékos. Póznik. Túl vagyunk a harmad felén. Sándor lép ki, és lövi is el gól! Óriási löket! Az előbb még elment a bal felső sarok mellett a korong, most nem tette meg a dunaújvárosiaknak ezt a szívességet. Sándor Szilárd találatával 1-1-re módosul az állás. Kellett nekem mondani, hogy milyen szemtelen gólokat, meg ütemtelen lövéseket tud leadni. Be is váltotta. Nem, piszok jól lő Sándor Szilárd változatlanul. Amióta mindegy, hogy hívják az élvonalat, ott. Jól érte Racskó, de annyira gyors a pak, hogy már nem ér ott. Pap riogatta az ellent. Nem, meg Wallenberg. Sajátját is. Wallenberg forgolódik, Sándor. Ramstedt lekészíti, Wallenberg lendületből, gól! Hát ritkán látható kapu előtti váltás volt. És hátulról be, a kék vonalon elindult a gólszerzés, meg sem állt Wallenberg, aki 5. gólja 4 meccsen a Dunaújváros ellen. És emellett van ugye 13 asszisztja. Itt lehet látni, most indul be, megkapja, és a két védő között. Ramstedt készítette le neki. Kötény lesz, igen. Ott csúszik be. Kicsit hamar elhagyta a jeget. Wallenberg passza volt rossz. Utána viszont javít, begyűjti a korongot, Pap Szabolcs. Ismét Wallenberg, Ramstedt mellette. Ott pedig Sándor Szilárdnak kell érkeznie, gól! Megint Wallenberg, remekül csúsztatta be. Jó lett ez a sor, ugye kényszerűségből is, meg a formahanyatlások miatt is. És 4-4-re szalad. Jön be kapu elé, amit mondtam az előbb is, hogy belövik oda, és oda berobbannak. Akkor fel kell emelni, hátvédnek annyi segítséget kell, hogy felemeli a kapu elé berobbanó játékos botját, hogy ne tudja ellőni. Belenyúlós és mellel védett Kozsuk. Pozsgai fülelte le a korongot, de csak átmenetileg, és megvan az újabb találat. Kipattant, tehát mondjuk jól kísérték az akciót. Kijött Racskóról az első, aztán a másodikat bepofozták. Olyan eldőlősnek. Gyakorlatilag látszik. Eldőlt. Moldován Ervin. Elején nagy iram, én azt gondoltam, hogy azzal el lehet fárasztani az ellenfelet, tehát nem jött be, inkább a Újváros fáradt el. Moldován eddig 6 góllal és 6 asszisztal állt, most a góljai számát növelte, összesen 13 pont. Kisákos ült le helyette a padra. Wallenberg, gól! Ezt gyorsan gólra váltották.
5-1 immáron. A svédek nagyon belelendültek a harmadik harmadra. A hazai csapat győzött. Nagyon szép volt, kapu előtt üresen állt. Sándor volt, nem? Sándor, igen, és fölrakja a pakt. Nem, bocsánat, nem. Ramstedt. Ramstedt. A légiós, ez a sor megint összehozott egy gólt. Ramstedt is vállalt egyet. Két csapat eddigi MOL-liga szereplése során. Ez volt az első vendéggyőzelem, és ez rögtön elég komolyra sikeredett. A végeredmény tehát Dunaújváros Sportklub 1-5. Innen a kommentátorállásból búcsúzunk, köszönjük a figyelmüket, a szó most a stúdiójéből.